A 40 fokos hőség ellenére népes tömeg várta a 40. Tour de Hongrie mezőnyét Dunaföldvár központjában. Amatőr kerékpárosok jöttek a látványért messzebbről is, Tamásiból és a Duna túloldaláról, Kunszentmiklósról is. A várakozás izgalmas perceiben a Le Fan Mazulet csoport szórakoztatta a közönséget. Nagyon örülünk neki, hogy városunkon keresztül halad ez a remek biciklis körverseny. Az a kis probléma, hogy most nálunk vásár is van, és ugye az egy óriási rendezvény a város életében, és nagyon sokan vannak ott kint. És úgy gondoltuk, hogy ha már egyszer keresztül megy rajtunk a mezőny, akkor azért ezt illik nekünk valamilyen formában mégiscsak maradandóvá tenni. Úgyhogy készültünk, hívtuk a mazsolettjeinket, hogy egy kicsit színesítsék az áthaladást. Úgyhogy az a terv, hogy előtte egy picit táncolnak, amikor már a mezőny közeledik Dunaföldvár, az akkor egy sorfalat állnak a haladási irány mellett, és akkor a sorfallal várják a versenyzőket. Hamarosan itt a mezőny, ezt a felvezető rendőrök megjelenése jelzi, melyet sikongatva fogadnak a földváriak. A következő pillanatban már fel is bukkan a három fős szökevényboly, akiknek mintegy 2,5-3 perces előnyük volt, de hamar ideértek az üldözők is. A viszonylagosan megnyúlt mezőnysor között még több magyar is versenyben volt a dobogóért az utolsó etapban. A pontokért itt a részhajrában is hatalmas a küzdelem. A teljes karaván pár perc alatt átrobogott a Dunaföldvár központján. A kerekesek előszállás irányába haladtak tovább. Ugye ma itt Dunaföldváron egy sprint részhajrá lesz, ahol a gyorsasági pontversenyben szerezhetnek pontot azok a versenyzők, akik igazán gyorslábúak. Ugye ez egy sík szakasz, így azoknak áll a zászló, akik inkább robbanékonyak, nem pedig a hegyi menőknél. Mivel ez egy sík nap, nem várható az, ha csak nem történik bukás, hogy valaki kiállna a mezőnyből, így egy olyan 110 versenyző átjövetelére számíthatunk, és ahogy néztem a terepviszonyokat, nem akármilyen sebességnek lehetünk majd a szemtanúi. Nagy verseny van a pontokért, amik itt szerezhetőek, ezért a sprinterek szerintem akár ilyen 70 km/h sebességet is megpróbálják elérni. A többi csapat pedig próbál nem leszakadni tőlük. Ugye ilyenkor az utolsó napon már mindenki próbálja őrizni a pozícióját, egészen a székesfehérvári célig. Ugye ami nekünk nagyon érdekes az, hogy a legjobb három között kettő magyar is van, ugye Dina Márton és Walter Attila, azért szurkolunk leginkább, hogy ők nehogy valamilyen problémával küzdködjenek, hátrányba kerüljenek. Az egy nagyon nagy szó lenne, hogy egy ilyen erős mezőnyben két magyar versenyző is dobogóra tud állni a versenyen. És dobogóra is állt Dina Márton második, Walter Attila pedig harmadik lett. A versenyzők 6 nap alatt 890 kilométert tekertek. A rajt Siófokon volt, és Székesfehérváron végződött a 6 részes 2019-es körverseny.